Sok szeretettel köszöntök minden kedves nézőt innen a Versegi Ferenc könyvtárból. Páros Ösvény című műsorunkat látják, melynek célja, hogy egy állandó szakértő segítségével tanácsokat kapjunk arra vonatkozólag, hogy hogyan tehetnénk még boldogabbá és kiegyensúlyozottabbá párkapcsolatainkat is, úgy összességében emberi kapcsolatainkat. És megint csak itt van velünk állandó szakértőnk, Papné Szabó Anita, aki házassági tanácsadó, és a kis filmjeink hatására nagyon-nagyon sok levelet kaptunk, és megpróbáltunk válogatni a levelek között, és próbáltunk olyan tipikus leveleket válogatni, ami több embernek segít, és az első ilyen olvasói levél a tudatos párkapcsolatról szól. Azt azért elmondanám, hogy próbáltuk úgy átalakítani, hogy ne ismerje fel senki magát, senkit ne ismerjenek fel, és természetesen név nélkül, és akkor most felolvasnám ezt a levelet. Kedves páros ösvény! Mindig arra vágytam, hogy családom legyen, hogy ne legyek egyedül. Még 40 évesen sem találtam meg a párom. Most 45 évesen több gyerekes anyuka vagyok. Mindenem megvan, amire vágytam, mégsem érzem magam tökéletesen boldognak. A párommal állandó hullámhegyeket, völgyeket élünk meg. Szeretjük egymást, de mégis rengeteg bukkanó csodor elénk az élet. Tántorogva haladunk, és próbáljuk megoldani a helyzetet, de rengeteg szívfájdalom, konfliktus és csalódás ér minket. Viccesen azt hiszem, azt kérdezném, hogy létezik-e valami csodapirula, amit ha beveszek, jól tudom működtetni a párkapcsolatom. Mit tudnátok tanácsolni, hogy csináljam a hétköznapokat? Na hát kíváncsian várom, hogy mit tudnál tanácsolni ennek a kedves olvasónak, kérdezőnek. Hát van humorérzéke az olvasónak, mert ugye mondja, hogy csodapirula. Ez egyébként nagyon, nagyon érdekes, mert hogy a párok gyakorlatilag, például akik jönnek párterápiára, ők azt sokan megkérdezik, hogy van-e valami ilyen varázsszerem, vagy varázspálcám, mert hogy ugye egyszerűbb lenne bevenni egy csodapirulát, és minden megoldódik, de nem így van, meg kell dolgozni érte. És nagyon jó ez a cím, amit adtál, hogy tudatos párkapcsolat, mert hogy erre is rá szoktak kérdezni, hogy ennyire tudatosan kell működni. És igen, ezt tudom mondani a kedves nézőknek, hogy igen, sajnos ennyire tudatosan kell működni egy párkapcsolatban. Tehát nagyon fontos, hogy egy párnak legyen célja, legyen jövőképe. Például vannak azok a párok, akik azt mondják, hogy de hát nem lehet vele beszélgetni a jövőről. Mert ugye az egyiknek abszolút határozott elképzelése van, szeretné azt megbeszélni, hogy hova mennek majd a gyerekek egyetemre, akkor, amikor megszülettek. Ez is lehet egy ilyen, de van, aki meg nem szeretne ennyire tudatosan előre tervezni, de valamennyire előre kell tervezni. Legalább egy, tehát azt tudni kell, hogy igen, akármi történik, mi megoldjuk, és együtt megyünk ezen az úton. Tehát kell egy ilyen belső elköteleződés. Tehát, hogy van, aki azt mondja nekem, hogy de hát minek tervezek előre, amikor most itt vagyunk egy nagy problémába, és éppen szét akarunk költözni, és ezt nem tudjuk megoldani. De kell az, hogy tudjuk, hogy igen, meg fogjuk oldani. Igen, mi együtt felneveljük a gyerekeinket. És ugye itt például ez a hölgy vagy úr 45 éves, és ugye 40 évig keresgélt. Ugye azt is tudjuk, hogy van közös gyerekük, lehet, hogy mozaik család, mert lehet, hogy vannak más gyerekek is, erről ugye nem írt, tehát sok mindent nem tudunk úgy róla, de ugye 40 évesen, amikor párt keresünk, akkor már azért van nekünk ilyen, hogy mondjam, tehát már tudjuk, hogy mit akarunk. Teljesen más minőség egyébként így 20 van. Évesen pár találni, és azzal kezdeni az életet, mint amikor már mondjuk túl vagyunk egy válláson. Teljesen másképp áll hozzá az ember. Így van. Vagy lehet, hogy nem is, tehát hogy eddig ő nem találta meg a pályát. Ugye nem tudjuk, de így van. Ha túl vagyunk egy válláson, akkor azért azt szoktam látni, hogy akik túl vannak a válláson, ők nagyon tudatosak az új kapcsolatukban, és nagyon igyekeznek nem elkövetni azokat a hibákat. Tehát ők annyi mindenen átmentek, hogy ők tényleg ilyen nagyon magas szintről tudnak működni. Aki meg akkor kezdi el a párkapcsolatot, magasra teszi a mércét, mert hogy volt 20 éve gondolkodni, hogy milyen párkapcsolatba szeretne élni, és nehezebb összecsiszolódni, amikor már 20 évig éltél egyedül,
meg mondjuk ő is ért, tételezzük fel, 20 évig egyedül, és akkor már megvannak azok a szintek, ami nem akarod aláadni, ami neked nagyon jó. Tehát nagyon fontos, hogy vagyunk benne egy párkapcsolatban. És ami még nagyon fontos, hogy 100%-ig fel kell vállalni azt, hogy én a párkapcsolati problémákat megoldom. Nem az van, hogy én 50%, a párom 50%, tehát 100%-ig. És ami még nagyon fontos, itt most behoznám Maslow piramist, hogy ugye a Maslow piramis legalján van az, hogy a fiziológiai szükségletek kielégítése, ez a evés-ivás lélegzés. Következő a biztonság, az anyagi biztonság, hogy legyen hol laknom, tudjak miből megélni. És a következő szint az érzelmi biztonság. Tehát ugye, ha ez a kettő megvan, akkor tudjuk kielégíteni az érzelmi biztonságot, de hogy az rettentő fontos, hogy tudjam, hogy szeretve vagyok, hogy tudjam, hogy érzelmileg a másikra számíthatok, hogy társam támogat mindenbe, és ugye utána jönnek már ezek az önmegvalósítások, tehát hogy a Maslow piramisnál, tehát hogy, de ez a három lépés, tehát a harmadik, ugye ez az érzelmi biztonság, ez rettentő fontos ahhoz, hogy sikeres ember legyek. Mert akkor tudok kibontakozni, hogyha tudom, hogy támogat a másik, és nagyon visszahúzó tud lenni, hogyha valaki nem támogat. Úgyhogy azt tudom mondani ennek a kedves levélírónak, hogy igen, működjön tudatosan, és tudja azt, hogy meg akarják oldani a problémákat. És nézze meg a kisgyerekesekről szóló előadásunkat, biztos az is sokat segít neki, és az összes többi, és akkor tud tudatosan működni. Hát igen, és még részemről én azt tenném hozzá, hogy egyébként meg hullámhegyek, hullámvölgyek mindenhol vannak. Uh-huh. Tehát olyan nincs, hogy nincs. Uh-huh. Lehet, hogy kisebbek, lehet, hogy nagyobbak, de ha tényleg érzelmileg tudunk egymásra számítani, meg érzelmi biztonságban érezzük magunkat, és mind a kettő meg akarja oldani a problémákat, akkor nem lehet gond. Uh-huh. És ebben még hagyj kapaszkodjak már bele ebbe a hullámvölgyekbe. Tehát uh-huh. vannak azok a hullámvölgyek, amik meg ráncigálják az egész házasságot. Tehát a alapjaiban ráncigálják meg. De hogyha azt mondja, hogy igen, én ezt meg akarom oldani, akkor egy sokkal jobb minőségű párkapcsolatba találhatja magát, ha tudatosan működik és meg akarja oldani. Így van. Köszönjük, Anita, úgyhogy remélem, hogy kielégítő választ kapott a kedves kérdező, és azért a szokásos könyvajánlónk nem maradhat el, uh-huh. úgyhogy nézzük már valami könyvet, ami így kiegészíti ezt a témát. Uh-huh. Hát ezt találtam most a polcon, Párkapcsolati klinika. Uh-huh. Nagyon sok magyar szakember írt bele többféle témában, konfliktusok, problémák, úgyhogy én szeretettel ajánlom mindenkinek, hogy forgassa ezt a könyvet, és tudatosan tanuljon belőle, és használja. Köszönjük szépen, ez a könyv is megtalálható természetesen a Versegi Ferenc könyvtárban, úgyhogy lehet jönni kölcsönözni. Önöknek köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra!